close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. We'll go.
my shadow turns to sun rays, and I... Till I get up, time is barely on our side. Na hát, szép jó napot kívánok! Itt vagyok újra. Ha minden igaz, akkor lehet látni, hallani. Na, hát először is, hogy mivel próbálkozom ma. Elsősorban játszani. Ó, Gustaver. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ezt most véletlenül még látom is. Ó, köszi. Hát mekkora manó vagy. Nagyon hálás vagyok. A hétvégét számítógép rendberakással töltöttem. Aki esetleg használja a Windows 11-et, azt talán most már tudja. Ha még nem, akkor majd mondom. Akkor is eszi a netet, amikor nem használod. És nálam ez gáz, mert amúgy is olyan törékeny itt a 7. kerület közepén, hogy az hihetetlen. Mert ez van, vodás net, most mit tudunk csinálni? Na mindegy, szóval fogtam, újra telepítettem Windows 10 vissza. Most úgy néz ki, gyors le is kopogom. Úgy néz ki, hogy hát legalább ez a 3600-3700 kilobit per szek legalább stabilnak tűnik. Hát reméljük, hogy így is marad. Valamennyi ejtett képkocka van, de nem lényeg, annyira nem gáz. Na, de mivel nem végeztem a géppel, ezért RP-zni nem fogok tudni. Tehát ezt előre bocsájtom. Bocsi mindenkitől. Tudom, hogy azt várjátok. Nem tudok RP-zni jelen pillanatban. Viszont érdekel, hogy milyen játékot látnátok szívesen. Nyitott vagyok mindenre. Igen? Írjatok valamit. Na. Összességében, ami szóba jöhet egyébként, tehát ami most a gépen van. Tudok TFT-zni, jó, tudom, ezt nem nagyon szeretitek, de tudok Crusader Kings-et esetleg, hogyha valakit érdekel, vagy kedvetek van hozzá. Az összes többire még várni kell, úgyhogy nem vittem túlzásba, tudom, egész eddig ezzel szenvedtem most a beállításokkal, úgyhogy még azt sem tudom, hogy fog menni. De hogyha nektek megfelel, akkor egy Crusader Kings 3-at megpróbálok itt prezentálni. Aztán meglátjuk. Na, először is Crusader
Kings. Ott volt. Nagyon jó. Ráfrissítek. Szia Miriam. Hello, hello. Hello Blaze. Hello, hello. Na, mivel szállingoztok befelé, ezért mondanám, hogy a hétvégét géprendbe rakással töltöttem. Blaze, nem hiszed el, a Windows 11 akkor is használja a netet, ha te nem. És nem kicsit, nagyon. Nem akartam hinni a szememnek, visszatettem a Windows 10-et, és van kilobit per szekem, tehát van feltöltésem. Ott abszolút nem volt. Na, szóval Crusader Kings 3 lesz, mert ez van csak a gépen, úgyhogy... Mindjárt meglátjuk, hogy minden működni fog-e, remélem. Semmi egyéb egyébként nincs fent, úgyhogy nem lesz egyszerű történet ennyiből. Na, kíváncsi vagyok, hogy a... Egyelőre nem látjátok. Tam tam tam. Na, töltsd be. Igen, valamiért egy... Á, most már látjátok, jó van. Kicsit hangos pillanat. Ez az-e. Még egy kicsit lejjebb a zenét. Na. Sziasztok, sziasztok. Igen, itt vagyok, és elméletileg működik is minden. Én játszottam, vagy legalábbis elkezdtem egy partit. Ha gondoljátok, megmutatom, hogy néz ki, de nem is ez a lényeg benne, mert úgyis egy újat kezdek. De valami ilyesmi lesz. Igen, itt vagyunk. Somogy megyéből indul, vagy Somogy megyéből, hát végül is onnan indultunk, szóval innen indultunk, és most ott tartunk, hogy itt is vagyok, Olaszországban, Málta szigete is, meg Észak-Afrika egyes részei. És 1212, valahogy úgy. Igen, 1212-ben vagyunk. Úgyhogy, de teljesen nulláról indítok egyet, mert ez a lényeg, nem? Na, úgyhogy új game. És döntsétek el ti. 867-től induljak, vagy 1066-tól. És honnan? 867, oké. Blaze megmondta. Igen, mit szeretnél? Áll most? 867, oké, már kettő. Szavazat. Álmost szeretnétek? Vonuljunk be a Kárpát-medencébe, mert az legalább jó nehéz. És nem tudom, hogy sikerül-e. Álmos, én is az vagyok egyébként. Ja, nem? Jó, hát akkor... Oké. Okay. Én is azt mondom, hogy a... Na... Lejjebb veszem a hangot. Nagyon hangos a zene. Vagy csak nekem hangos? Szóljatok ám, hogyha... Úgy, így talán jobb. Nem túl hangos. Na nézzük. Kezdjünk is egy... Egyértelműen... Warfare Focus. Csak nekem? Lehet, hogy csak nekem. Az előfordulhat. Mindegy.
Oké, itt rámegyünk a... Az sem. Kasszuszban inkább erre mennék. Akkor a stratégi fókusz lesz. Majd az observerre meg költök. Na. Mink van? Take kombiné. Jó, hát majd keresünk valakit, mert ez már csak ilyen. Itt van Bulgária. Ja, hogy úgy indulok. Ez remek. Ez csodálatos kezdés lesz. Na, szóval. Csodálatos kezdés lesz. Nehéz szó. Nehéz szó, de hát akkor itt nincs más hátra. Osszuk el. Egy Ambrus. Te oda jössz. Oké. Okay. De hogy mind a kettő akar menni, de én nem akarom, hogy mind a kettő menjen, hékás. A másik az csak álljon meg itt. Oké, okay, és... Rendben. És fel kell emelni a többi haderőt. Hát nem túl sok, nem túl sok, de... Ez van, ezt kell szeretni. Na nézzük, hogy itt mi a helyzet. Itt ezek úgy nézem, hogy gyalogos, 2000 gyalogos van, meg 1000 lovas. A másiknál 1000-1000, itt pedig itt az ostromlók. Jó, hát akkor ezzel kell mindenképpen előre menni. A többit pedig arra használni, hogy majd tisztogatunk, hogyha arról van szó. Nem lesz egyszerű, úgy érzem. Mennyi hadereje van a 3200 a bolgároknak? Aha. És a 1400 van nekik. Aha. Hát ez szép lesz. Nem túl sok, nehogy azt hidd, hamar lemorzsolódik. Az a baj, hogy a használható sereg az nagyjából ez. Tehát ezek a gyalogosok, ezek, vagy a igen, a, ez a 2000 gyalogos meg az 1000 lovas, ez magában hamar lemorzsolódik. Főleg, hogyha van nekik, hát ott 4 lovag van. Nekem van egyáltalán lovagom? Uh-huh. Nem sok lovagom van. Mindegy, ott bevárjuk őket szeretettel. Igen, szerintem az lesz, hogy... Már Superlimit 3100, nem, akkor ott fogom várni őket. Szeretettel fogom őket várni. Mert el is csípem őket, ha minden igaz. Oké. Okay. Ahohohohoho, az ott már bajosabb. Az a baj, hogy ez nem termelődik vissza, tehát ez elfogy és ennyi. Úgyhogy ez nem túl nagy haderő, azt kell, hogy mondjam. Mert az a 2200 fő, az szerintem mit tartalmaz? Itt van 1100 gyalogos, itt meg ez, hát ja, nem, azt mondjuk, azt le tudom gyepálni, de a többi az nem túl sokat ér. Tehát igazából, ha végig gondoljuk, akkor a... Ezért valamit, mert itt íjászok is vannak, meg itt vannak a gyorsan akartam mondani, a siege weaponök. Ja, teljesen mindegy, szóval értitek. Úgyhogy ők meg tesznek egy kört, és úgyis vissza fognak ide jönni, szóval várom őket szeretettel. Igazából ennyi.
Pillanat, a tabletet arrébb rakom. Oké. Na. Úgyhogy nem, a 7000-es sereg az nem. Mert ha azt veszed, ezt a komplett részt be kellene vele foglalnom. És utána meg is védenem, szóval... Az egy győzelem az semmi. Vajon hol próbálnak átjönni? Vagy itt fent? Hát majd meglátjuk. Igen. Hát jó, hát persze kell egy kicsit edzeni. Jó van, minden oké. Kaptam egy kis respektet. 2200 emberrel, meg itt fog majd rohangálni körbe-körbe. Szerintem itt jön át. Aha, ott jön át, jó. Nem jön át. Az a baj, hogy amint meglátja ott a haderőt, akkor már meggondolja a dolgot. Na. Nézd meg, rámegyek is. Jó, hát akkor legyen így. Nem érdekes. Megyünk ezzel beljebb. Néha nem akar engedelmeskedni úgy, ahogy szeretném, úgyhogy egy kicsit bosszantó tud lenni. Szerintem itt akar átjönni akkor is. Nem, egyébként egyáltalán nem sok 7000 ember itt. Hát most menjek rá. Igazából rájuk tudok menni csak. Megvan. Hát nem sok marad belőle. Oké, oda le Odesszához. Itt megfogy a szellátmány. Hello, Pintyusz! Hello, hello, hello. Igen, nincs RP egyenlőre, mert még félig darabokban van minden. Windows 10 telepítés után vagyok, és... Hát akkor, mi lenne, hogyha azt a pár embert még ott elrendeznénk? Na, esetleg. Vagy nem. Hatvanhat százalék. Igazából lehet, hogy inkább már a Maros felé kéne menni. Igen, az úgy nem ártana. Nem. Este biztos, hogy nem leszek pénzszállításon. Nem hiszem. Nem. Még tényleg darabokban van a gép. Úgyhogy... Nincs feltelepítve semmi, ami kell az RP-hez. Tehát már annak örülök, hogy idáig eljutottam legalább, hogy el tudtam indítani. De hát ez ilyen. Semmi nem megy úgy, ahogy az ember szeretné, ugye? Hoppá, az nem kéne. Akkor inkább a fogaras se jó. Jó, hát akkor megyünk a bárcaságra, lesz ami lesz. Under siege. Kesson? Mennyien? 800? Meg 600? Hát úgy vélem, hogy akkor ti visszajöttök, aztán elnáspángoljátok őket. Úgyis oda mennek föl. Ide, erre gyertek.
1500, aha. Jaja. Sejtettem. Ja, úgyhogy azért egy kicsit fáradtabb a hangom, meg azért vagyok egy kicsit kimértebb is, mert nem sokat aludtam a hétvégén. Ezzel szenvedtem, és... Nulla? Ez mind? Ez mind az enyém? Komolyan? Sok hallom. Ne, az is tűnt. Az remek. Na nézzük. Ó. Hát ez csodálatos lesz. Na, hát ez innentől lesz érdekes. Mert van itt egy javar, aki nem nagyon szeret minket. Mondjuk ez legalább, ezzel legalább egyet értek, mert én se. 900 emberrel van. Várjunk, mi van meg eddig? Csak ez a rész. Nézzük. Jó, ő megvan. Igazából itt van egy bolgár, aki nagyon problémás, meg az a zavar. A többi az talán nem olyan nagy gáz, nem, sőt, a többi nem tűnik. Jó, hát a többit azt már megoldjuk akkor innentől. Megvárjuk, míg fel lázadnak, aztán akkor majd össze lesznek verve, és ennyi. Na. Úgyhogy a pénzszállítás az most kimarad. Bocsi. Csak te vagy? Hát ez remek. Na nézzük. Jó, hát majd ezeket megoldjuk. Igazából nekem emberekre van szükségem, akiknek szét tudom osztani a területeket, és lehetőleg ne oroszok legyenek, mert... Na, szép magyar emberek legyenek. És akkor mit osszunk és kinek? Nézzük, csak nézzük. Hogy állunk most? Igen, itt van egy adag avar, ezt látom. Jó, hát akkor oda ráteszünk egy gyönyörű szép embert. Ő teljesen jó lesz oda. Pintyusz, ennyire hiányzott? Na jó. Hello? Mizu? Minden oké? Okay? Hűha. Ezzel lesz gondom. Úgy érzem. Bolgárok, azt hiszem valahol itt van. Igen, jól emlékeztem. Oké. Okay. A bolgárok attól még problémát jelentenek, meg majd Bizánc, meg hát itt a környéken minden, Nagy Morávia. Jó, hát egy darabig eltart, mire itt megszilárdítom a hatalmat. Köszi, Pintyusz. Na, szóval igyekeztem tényleg, hogy mindent megoldjak, hogy mire jövök addigra egybe legyen, de egyszerűen a... Hűha. Egyszerűen az internet meg a Windows így együttesen úgy gondolták, hogy én azt ne akarjam már annyira a volgai bolgárokhoz. Jó, hát nem nagyon van klímem, úgyhogy elkezdek itt klímeket fabrikálni szépen és finoman is. Meg közben osztogatni ki a területeket. Krassóra is teszünk egy szép magyar embert, vagy mogyert, kinek hogy tetszik. Csák, te gyönyörű leszel oda, hidd el, úgy, te oda vagy teremtve. Majd egy temest. Aha. Temes az már van, nem?
Aha, van temes. Akkor még ezeket a területeket kell átadni, és akkor teljesen jó lesz. Na, Jenő. Te leszel a kövi. Ó, gyönyörű. Hát nem gyönyörű ember. Most mondjátok meg. Ott nincsen holding. De itt van holding. Te, Kristóf, nagyon jó leszel oda. Oké. És... kinek akartam adni? Már van gyereked, úgyhogy akkor te kapod meg a temesi bánságot, ha minden igaz. Temes, temes. Így. Tök jó. Öröm és boldogság. Na nézzük, mi a kövi. Na mondjátok, ennyire hiányzott a live. Mondjátok, Mizu. Bodrog. Az is egyben van. Bodrog, bodrog, bodrog. Bács. Bácson egyben. Hát akkor. Dün, 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 dün. Tivadar. Én látom, hogy Tivadar akar lenni az, aki bácsér fog. Bács. Aha. Tehát akkor Csongrád, meg attól lefelé. Na. Örülök neki, hogy ennyien itt vagytok. Köszönöm szépen. Nem gondoltam, hogy egyáltalán bárki is lesz, mert ez még mindig elég szenvedős, meg nyögvenyelős, mert még mindig nem full HD-ban és olyan minőségben streamelek, ahogy szeretném, de nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt vagytok. Egy kis türelmet kérek még, és megoldom, hogy minden működjön, csak egyenlőre még nem akar. Grand Titles, és akkor megvan bács is. És még mindig kettő területet el kellene suvasztanom. Igen, tehát akkor itt van ez a gyönyörű szép ember, akit nem akarok itt látni. Ja, hogy ő neki az egész... ó, egész Bihar, hogy szenvedhessek vele. Igen, meg ez a jó képű. Ő meg már a marost kapta meg, hát ez... csodálatos. Na, mindegy, valahogy megoldjuk. Ő pedig hunyadott, oké. Jó, hát Bulgáriával még lesz bajunk. Két terület. Mink van? Van egy Székelyföld, Fogaras, Torda, Beszterce, Fehér, Visegrád, Heves, Transzilvánia úgy egybe, igen. Ja, hogy azok, értem, értem, értem. Hát Transzilvániát egybe biztos nem adom oda senkinek, mert az úgy sok lesz. De hát akkor legyen a Fogaras, megkapja valaki. Úgy. Egy gyönyörű szép magyar ember. Gazsi, hát gyönyörű szép Gazsi, hát te leszel, igen, én látom. És még esetleg egy fehér. Jó, legyen egy fehér. Ki lehetne alkalmasabb a... hát egy Frigyes. Tökéletes. Ilyen jó még sose volt. Na nézzük, hogy állunk. Jó, fel van emelve az haderőnk, úgyhogy ezt most így diszbandeljük, vagy tök mindegy szóval. És őt már csak azért sem akarom eltenni, mert akkor kivel fogok rédelni. Rédre szükség van, kell a bevétel.
hogy állunk. Nem, egyszerűen nem rédeli ki. Nem rédeli ki, ja. Nekem legalábbis nem jelzi. Valamiért nem akarja kirédelni. Hát mindegy, akkor így jártunk. De azt, mint hogyha kirédelte volna. Na nézzük. Falépítésről van szó. Építsük. Jó, hát legyen. Hogyne? Hát persze, hát már miért ne? Akkor legyenek. Ó, ja, hogy ott van Visegrád. Kontrollt kéne növelni egyébként, mert az nem túl jó. De hát az még egyenlőre sehol nem jó. És természetesen hát szépen lassan foglalni is kéne. Diszbandoljuk, kész. Úgy. Na, mindjárt felemelem a haderőt. Jó. Ez az-e. Na, most már jelzi. Valamiért nem jelezte a rédelést. Gyerünk, gyerünk. Nagyon jó, nagyon jó. Hozzuk is haza a cuccot. Igen, mit szeretnél? Ó, Transzkárpátia az enyém. Hát hogy a fenében lenne az enyém? Hát ki másé lenne? Nagyon jó, nagyon jó. Menjünk még, hozzunk egy kis cuccot hazafelé. Na és meséljetek, ti hogy vagytok, hogy telt a hétvége? Mi minden történt, mióta nem voltam? Meg ilyen apróságok, kíváncsi vagyok mindenre. Mondjátok, mondjátok. Hát mik nem derülnek ki Borisról? Hát a Borisz, hát te mit csinálsz? Hát most komolyan. Hát szégyeljed el magadat. Ó, már van rá egy húk. Igazából megszivathatnám rendesen, mert van neki, mondjuk az már csak már 16 éves. De van itt egy 4 éves fia. Azt simán kivégeztethetném. Hát miért ne? Na hát azt úgy nem. Nem. Ha csak őt adod, akkor nem kell. Na, nézzük. Ez az. Az már sok oda nem megyünk, akkor ide. Szépen kilútolunk mindent. Lehet, hogy nem sok út van, mert már előtte kilútolta valaki, de... Annyi baj legyen.
Movement speed, az kell. Ó, oh, köszi. Na. Elvigyük haza a cuccot. Kell az? Na. Nagyon jó, nagyon jó, pluszban is vagyunk. Hát akkor szerintem nincs más hátra. Nem szeretek unatkozni. Na. Szóval. Ez, pontosan ezt szeretném. Mennyi embered van? 245, sok hallom. Hát született egy Gyula. Nem jó, hogy az is ott van, mert ugyanazt szeretné, amit én, és én azt nem akarom, hogy itt elfoglaljon bármit is. Hol van? Az a lényeg, minden a miénk legyen. Többi nem számít. Hát Halics elfoglalt a zemplént. Hát ennek nem örülök. Volt pofája 200 emberrel átszaladni. Jövök. Hú. Na, egy kis kávé. És akkor jöhet Ungvár. Hadd jöjjön. Aki esetleg most kezdene a játékkal, néhány szó. Ez elsősorban inkább középkori családmenedzselős játék, mint átfogó harcászat, ilyen grand strategy, tehát ez inkább ez a családmenedzselős történet. Az, hogy vannak benne háborúk, hát az Istenem. High Tribal Authority. Aha, az kéne. Limitált. Hú, hát az még odébb lesz, mire én tőle el tudom venni területet, kár érte. Pedig szeretném, de egyelőre nem tudom. Hát még őtőle mennyire szeretném, de mindegy, hát akkor Demand Conversion, hát ha... Igen, mindenképpen gyúrjunk rá. Nagyon jó. Hát az, hogy bolgár, az nem oszt, nem szoroz. És nem tudom elvenni. Jó, akkor nézzük őt. Én is úgy gondoltam, hogy mivel tártosok van, tártosizmusban bővelkedünk ezért. Nagyon jó. Így egybe. Egybe van, hogyha jól látjuk. Tök szép.
Most már annyira nem utál, de legalább lesz neki embere is. Tud majd piszkálni vele, de remek lesz. Na mindegy, Balatonnak mennyi van? 1700? Hát akkor. Visegrádot tudom. Balaton déli részét tudom. Egyszerre nem tudom az egészet, akármennyire is szeretném. Ezt így kéne, csak... Szükségesen vál... Aha. Nincs. Ajjajjajjajjaj. Hát mindegy, akkor kicsinyenként. Kicsinyenként foglaljuk el. Ah, persze, hát te csak ezt szeretnéd. Visegrád Under Siege. Ne szaladj! Hát ő kapta halat. Egyébként tök jók ezek a kis animációk, hogy... mozgatva mutatja. Na nézzük. Közben ez is. Oké. Menjünk csak tovább. Bodrog Under Siege. Mi történt? Ó, hát... mondanám, hogy örülök neki, hogy jöttél, de nem. Tudok felvenni már szenárit? Nem nagyon. Nem vagyok ellátva pénzzel. Mindjárt jövök. Na hamar. Ez fájni fog. És akkor még ennyi hátra van, és mindjárt meg is van. Építsünk. Szép magyar nevet nézzünk. Na, nem magyar, de a Károly az jó lesz. Az a baj, hogy nem szabad túl gyorsan terjeszkedni, mert csak problémák lesznek abból. Na, meg is van. Oké, na nézzük. Hát mi lenne, hogyha nem? Tudok én blatot tartani? Nem. Azt a mi a nevék tudnak csak. Ja, az csak a északiak. Azt nem lehet. Akkor engedjük el pénzért. Mert egyébként simán megkínoszhatnám, kivégeztethetném meg, stb. Mert itt van.
Csak mivel igazságos vagyok, ezért az fájna, úgyhogy... Úgyhogy... Marad az, hogy fizess, aztán mehetsz. És már kezdődik frakció. Már frakció. Na nézzük. Aha. Ezek a parasztok. Hát fiam, te veled problémák lesznek, én úgy érzem. Kezdjük ott, hogy egy conversion. Gyerünk. Aha, szóval nem szeretnél, értem. Semmi gond, akkor ránevelünk. Azt se engeded. Az meg tiranni. De remek. Egyik jobb, mint a másik. Nem, egyszerűen... Na, talán ő. Egyenlőre, itt szépen lassan neveljük. Hát... Szóval tese. Oké, akkor nézzük a harmadik számú versenyzőt. Na! Hát hogyne, persze, egy kis pénzt. Oké, nagyon jó. Neveljük át szépen a népet, és... Jaj... Hoppá. Na. Hát ez nem éppen egy... nagyon pörgős játék, de... Azért remélem nem unjátok magatokat halálra. Majd itt is kell egy kicsit. Nagy Morávia 1600 ember, most mennyiné tartok? 3900, legyen 4000 ember. Igazából Szlavóniát kéne. Ja, lehet, hogy az lenne jó, hogyha azt... Úgy. Igen, az lenne a legfontosabb. Már itt van. Nagyon jó. Kirédel. Nézd meg. Pofátlan. Elérem. Lehet, hogy nem érek oda elég gyorsan. Nem. Nem csipem el. Basszus. Meglógott a pénzzel. Ez van. Na go. Menet Arms, Hit and Run, ez kell. Oké. Meg kell nézni, hogy áll Álmos apánk. Álmos apánk 56 éves, még elég jól áll az öreg. Igen. Jó van. Te is harcos leszel írni, mindenki is.
Majd akkor lesz gáz, hogyha meghal az öreg álmos. Onnantól elég nehéz lesz összehozni, hogy minden egyben legyen. De már egy része legalább hasonlít a Nagy Magyarországhoz. Jól van, csináld csak, mindjárt érkezem. Már kezdik a hülyeséget. Mennyire szeretsz? 82. Jó. 6 per 5. Hogy fel kellett hagynom vele. Egyszerűen nem igaz. Adán. Te leszel az. Tiéd. Nagyon jó. Nézd meg! Már rédelnek megint. Ezt talán elcsipem. Gyengeség kezdődik. Kezdődik. 5 per 4. Csak azt nem értem, hogy 300 emberrel hogy foglalhat vissza gyorsabban egy területet, mint én a majd 4000-re. Aztán mindjárt ketté osztom a sereget, aztán szétkapom, mint fogsz a lábtörlőt. 16-os szerintem, te tök jó leszel orvosnak. Ó, elkaptam, akkor jó, akkor meg van bocsájtva minden. Nagyon tökéletes. Hát akkor el kéne szurpálni, mi? Csak kéne hozzá bőven pénz. Ahhoz meg az kell, hogy... Linitkának kéne egy... Chiefdom Krakó. Chiefdom... Norvég leányzó. A Norvégnak nézem. Vagy lengyel jöhet szóba. Te veled mire gyúrtunk? Legyesen mindenre. Akkor. Keressünk egy nem túl öreget. Ez egyébként nem is rossz. Filozófus, hát az nem kell ide. Az nem kell ide. Azon gondolkoztam egyébként, hogy... Tudom, hogy ez nem a legizgalmasabb játék, de hát ha meg lesz ennek is a közönsége. Na egyébként gondolkoztam rajta, hogy az RP-ben szünetet kéne tartanom. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel. Nagyon gondolkozom rajta, hogy egy hónapos szünetet tartok. Nem azért, mert ne szeretném az RP-t, csak kicsit úgy tűnik kifújt.
Hát te leszel az akkor. Na. Szóval, te vagy Árpádnak a első szülött fia. Igen. Ő a második szülött fia. Neki is kell egy feleséget lőni. Na hát két bélpoklos nem kell. És te? Te jónak tűnsz. Ez teljesen jó lesz. Nagyon jó. Na. Szóval ő a második szülött fiú. És akkor van itt egy lány. Lőjünk vele valami jó kis szövetséget. Yetisan, Nyland, Voldomir, Lupsko. Észtek, hogy állnak most jelenleg 600 ember? Ja, hogy te vagy kompletten? Hát az, azt inkább nem. Hát kazárok. Kazárok nem jól állnak, úgy nézem. Ők meg a szerbek. Szerintem az... nem. Ó, hogy ennyire éjszakon van. Inkább ezt kéne meglőni. Szövinek. Jaja. Majd kitaláljuk. Na. De a lényeg, hogy osszuk el a területeket, szóval... kezdésnek. Valami jó képű embert keressünk rá. Oké, egy Zágrábhoz. Majd itt is lesz dolog. Ahogy nézem bőséggel. Bertalan tök jó lesz ide. Pozsega. Várja, neked nincsen területed? Nincsen területed. Hú, hát figyelj. Figyelj ide te! Töhötöm fienő, de szép neve van. Akkor egy pozsegát megkap. Úgy látom, vagy a Vukovárt, vagy pozsega, vagy Vukovár. Akkor Vukovár legyen. Inkább. És akkor pozsegának keresünk még egy nagyon jó képű magyar embert. Hát Orbán biztos, hogy nem lesz, de egy Károly tökéletes erre a célra. Nagyon jó, és akkor... ja, nem tudom elúszurpálni addig. Na, akkor addig diszbandoljuk. Aha. Most lenne lehetőség Horvátországra, szerintem. Aha, igen. Igen, ez jól hangzik. Csak így is épp elég nehéz dolog lesz összeszedni azt, hogy magyarok legyenek mindenhol, és ugyanaz a vallás, úgyhogy kicsit belassítok szerintem. Na. Hogyha minden jól megy és ilyen szépen fog menni a stream, nézzük, csak közben azért ránézek, tökéletesen megy. Tehát, hogyha ilyen szépen fog menni a stream,
Akkor számíthatok arra, hogy a szokásos éjszakai gerilla streamek is be fognak ugrani, ugyanúgy a hét több napján. Úgyhogy mi a problémád? Ez jó. Jó, több legyen a tartalék, ez jó. Egyel még mindig fölötte vagyunk a domain limitnek. Az nem jó. Egyet ki kéne osztani, csak nem tudom melyiket. Lehet, hogy... Hát akkor egy tordát. Vagy egy székelyföld? Hát legyen egy székelyföld, oly mindegy. Csak szép magyar emberek legyenek. Az elején még annyira nem lesz nagy probléma valószínűleg. Vazul. Gyere vazul. Kis tanulás sosem árt. Velük azért lesz probléma. Jó. És akkor őt kell átnevelni. Tökéletes. Nagyon jó. Ez így nagyon jó lesz. Harcos nevelünk belőle. Így mi? Kancellár meghalt. Na. Úgy. És most már el tudom uszurpálni a szlavon. Ez az-e. Na. Hát te töhötön fienő, te leszel az. Te leszel az, aki megkapja. Nagyon jó. Hát eddig így állunk. Csak a probléma még mindig az, hogy vannak avarok, vannak horvátok. Bőséggel majd szépen lassan vannak szlovénok, vagy szlovákok, inkább úgy fogalmaznék, de majd szépen lassan megoldjuk, hogy. Supply capacity. Az a baj, csak 46%. Ettől meg stresszt kapok, tehát akkor marad a stockpile. Köszi. Igen, kell egy guardian. Tessék, parancsolj, tanítsad. Jó, transfer, megkapod, parancsolj. Somogy megyére. Kérlek, támogass. Krasomil. Tátosista, mit akarsz te? Ó! Azt a területet.
Hát hogy ne. Persze. Persze, hogy ne. Te szeretnéd azt a területet? Hát én is szeretném. Én annyira szeretném, azt el se tudod képzelni. Csak nem tudom, melyikre gondol. Kocel. Nyitra? Igen, hont. Te voltál az, ugye? Á, neked itt van a... Ja, itt vannak a krémjeid. Hát akkor... Az még akár jó is lehet. Aha, itt van. Itt van. Ja, hogy kocel az ember. Hát így már értelek. Így már értelek. Vagy az északi részt, vagy a déli részét a Balatonnak. Hát a déli részét kéne, mert akkor már legyen egy összefüggő terület. Menjünk neki. Hadd menjen. Na. Egyébként fiúk, lányok. Közben a hétvégén szervezkedtem is. Megy a nagy szervezés a karácsonnyal kapcsolatban. Tervezek 23-ára egy nagyon hosszú live-ot. De hogy végül is mennyi lesz az, az majd kiderül, mert még nem tudom, hogy a 12 órát lőjem be, a 24 órát lőjem be, vagy esetlegesen bízzam rátok a döntést, hogy milyen hosszú legyen. Úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk még, hogy és mennyi lesz. Nézd meg, ez meg itt végig rohangál a félvilágon. De már oda tervezem a dolgokat. Na. Tan 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 tan. Hát akkor tudod mit, szórakozzatok, majd mindjárt jövök. Tudtam. Na most kell őket elcsipni. Az most már mindegy, már megvagy. Úgy. Nagyon szép, hát ez már nagyon kellett. Under siege. De szerintem azt nem akarod. Frakció. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ennek örülök. Guardianship. Hoppá. Hát meghalt. 62 évesen elhunyt álmos. Rip. Erőteljesen rip. Na, hogy állunk veled? Menjünk rá egy authority-re. Na nézzük, kell egy jó diplomata. Oké, és egy jó kémmester, nagyon jó. Rajtatok a világ szeme. Integrálni kéne a területeket, Szlavóniát integráld, légy szíves. 62 év, ne már. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy örülök neki. Mennyi területet kapott? Megkapta egész Transzilvániát? Ó, hát ez csodálatos. Jaj, de örülök neki. Ez remek.
ez van. Ez nem lesz jó, fel fog rázadni. Mondjuk még egyelőre kevés embere van, de akkor is. Hát egy max ennyit tudok tenni, hogy a... Most nem engedi. Melyik vagy te? Visegrádnál, itt van fenn. Ennyi? Ez? Jó, hát akkor rázadja. Mondjuk, hogyha másokkal rázod, az egy kicsit gázosabb, de ez van egyenlőre. Igen, én vagyok a kultúra feje. Köszi. Kapd el őket. Ó, nem is rossz ötlet. Hát, ha meghal közben. Igen, én nem szeretem olyan lassan játszani, szóval... Azért igyekszem, csak már menekül. Elcsípem. Nem. Kap már el, hát nem igaz. Hát, hogy itt szaladgálok, mint egy hülye körbe-körbe, az egy kicsit bosszant, de nem nagyon, csak egy kicsit. Mert ketté osztanám a területemet, csak nem igazán tudom. Vagy mármint az embereimet, csak nem igazán tudom, mert elég sok. Na nézzük, óha. Ez nem is hangzik olyan rosszul. A Novgorod viszont jobban hangzik. Így, így még inkább jól hangzik. Ó, köszi. Tanítsuk Gyulát. Nagyon jó. És megint kezdik. Nem kapok a gyérgörcsöt. Oké, itt már jók vagyunk. Ajjaj. Nem. Ilyesmit nem. Nem. Hát jött a lányunk, hogy szerintem nem csak normális érzéseket táplálsz irántam, de... Hát azt nem. Semmi egyebet. Katalin hercegnő, az jól is hangzik. Jó, most már így meg leszel talán. És nézd meg, elmegy mellette. Hát kész vagyok. Színikus. Legyél inkább igazságos. Ez az. Nagy nehezen. Na ne! Ez csúnya volt. Ez nem volt szép. Akkor gyere be, léci, szövi.
2000-en lettek. Tudom, hogy mit kellene csinálnom, csak nem igazán működik egyenlőre. Nincs elég presztízsem. Próbáljuk meg még egyszer, hát ha. 2400 ember, hát igen. Gyere onnan. Nem jó. De jó. Hát megvan. Most sikerült megfogni. Most sikerült megfogni őket. Legyél álmos. Mármint ne legyen álmos, de na, szóval mindegy. Szóval legyen álmos a neve. 45% nagyon jó. És tudom, hogy hova mész. Kapd el, ez az megvan. Control, kell a control. Nagyon jó. Még egy. Még egyszer el van verve. Majd Vukovárt fel kell szabadítani, mert azzal csak baj van. Nagyon jó. Megjött a szövetségesem. Az meggyilkolja őket rendesen. Nagyon szép. Ja, úgyhogy minden happy egyenlőre, úgy nézem. Legalábbis a development, grow, pedig az kell. Úgy nézem, hogy nagyon szépen megy egyenlőre a live. Nem tudom, fiúk, lányok, ti mit láttok, de szerintem teljesen jó. Úgyhogy öröm és boldogság egyenlőre. Akkor baranya. Baranya, összes aranya. Ide. Ezt nem szeretném. Akkor inkább legyen egy weak hookja. Nem. Van, amiben belemegyünk, és van, amiben nem. Ebbe például nem. Na, egy kis kávé. Nehézem visszarázódni. Komolyan. Azt hittem, hogy majd leülök. És minden úgy fog menni, ahogy kell. Hát, egyenlőre nem pörgök, nem tudom mennyire érezhető, de annyira nem. Az jó. Fiamnak a párja úgy gondolta, hogy az jó ötlet lenne, hogyha, hogy is fogalmazzak, így együtt eltöltenénk néhány felesleges órát. Hát nem díjaztam. Na, megvan. Nehéz szülés volt, de sikeres. Itt meg milyen nevék vannak? Felkelők vannak, de remek. Te hol vagy?
Te kocelnál vagy. Értem. Na. Akkor most már szeretném a fiadat nevelni, mert szerintem elég húkon van rá, hogy átkonvertáljam mindenre is. Az lesz belőle, amit én akarok. Nem, inkább egy diplomata legyen. Igen, az jó lesz. Tökéletes. Az a 900 felkelő, az nagyon nem tetszik. És most mi a problémád? Nem reformálok, bocsánat. Én kérek elnézést, hogy nem reformálok. Itt van. Csak kapok érte 100 stresszt. A diligent miatt. Az elég nagy gáz. Hát, jó, hát. Igen. Ez jó lesz. Legyél atlétikus. Dolgozz le szépen. Így né. Hát, meg itt se az igazi, de nem baj. Presztízsünk még mindig nem jó. Úgyhogy mindjárt elmegyünk szépen rédelni. Bulgária még egyben van. Hello, Csonti, hello, hello. Na, úgy néz ki, hogy megy. Megy a live. Úgy néz ki. Úgy néz ki. Egyelőre úgy tűnik, hogy minden happy vele. Reméljük így is marad. Nagyon jó. Hát, nem. Hát igen, tudod, nem RP megy, úgyhogy nem vagyunk sokan. Ez ilyen családias. Így. Köszi, köszi. Orvos hamar enyhítette a szimptomákat, mert beteg lettem. Na nézzük. Control Territory Defender. Increase Control, ez kell. Az nagyon kell. De gyakran lesz ilyen szerintem, hogy nem leszünk sokan, mert tervezem, hogy szünetet tartok az RP-ben. Még nem 100%, még gondolkozom rajta, de egyelőre gondolkodom erőteljesen rajta. Jobban van. Na, mi történt? Ransom. Jó, vidd. Mindent is kirédelünk. Igen. Véheted. És itt pedig... Iha. Iha.
Tudtam, hogy ezekkel így baj lesz. De jó, Redacsi. Ez a... Jó, hát veled lesz baj. Nem baj, lázadjál fel. Akkor megdög lesz. Az nem jó arra. Akkor inkább ezt. Mindegy. Na, aztán haza. Van nálunk 100 arany. Álljunk neki fejleszteni nagy erővel. Viheted. Visegrád. Ó, persze mindent mi a nevéből építünk. Minden presztízsből, ja, de remek. És itt. Nem tudok másik holdingot. Az remek. Excellent. Na úgyhogy... Úgyhogy alakulnak a dolgok, alakulnak. Nem az igazi, de... Na te mi vagy? Igen... Aha... Nem tűrik tovább. Hát jó. Gyertek. Gyertek vissza a pénzzel. Tök mindegy, valahol hadd tudjam diszbandolni. Köszi. Nagyon tökéletes. Szlavóniát integrál, Vukovár, és akkor a All Army. De nem neki kéne a haderőt vezetni, hanem mondjuk, csak valamit mondtam. ...2100 fő, hát... Igen, nehéz szülés lesz így. Nagy go, gyerünk, gyerünk. 1300... Nagyon jó, megfogtuk. Victory, ez az-e? És akkor... Na nézzük, te! High Tribal Authority, na nézzük! A testvérek! Igen, lemondasz! Igen, az már sok.
Ben is, az is sok. Akkor legyen ennyi elég. Hát nem örül neki, de hát ez van. Nyugodtan fellázadhat. Te melyik vagy? Neked van. Tiéd lett volna kovár. Ó, szegény. Jó, kifizetjük. Tessék. Nagyon jó. Bízzuk rá valakire, hogy tanítsa. Az se baj, hogyha ő lesz az. És tanítsuk learningre. Nagyon jó. Gyula Árpádnak nincsen felesége. Mennyi vagy te? 16 éves. Moldávia. Kéne valami. Edison. Smolend. Halic. Koresten. Aha. Ez nem is tűnik rossznak, nem. Ez nagyon nem tűnik rossznak, ez így jó is lesz. Tök jó, ilyen jó még sose volt. És akkor van két szövetségesem, nagyon jó. Három igazából. Jó. És hogy állunk most? Hát valahogy így. Oké. Hát ha tudunk mellé adni egy... Hát gyilkos vagy, de ez van. Na. Ő szeretne nagyon bent lenni a... tanácson, csak nem tud bent lenni, mert mindenki... Ez nem jó. Hát nem gond igazából, nem nagy probléma, túléljük. Excellent, nagyon jó. Na nézzük, mit tudunk kezdeni? Kell 400 prestízs. Prestízzel bajba leszek. Elég nehéz azt így összeszedni. Csak nekem... Oké, te ne legyél. Meg hol van a Grand Prince? Te se legyél. Na, de te lehetsz. Hú, de nagyon nem szeretnek. Ja. Ez nehéz lesz, de hát ez van. Nem lehet egyszerű minden. Ehhez is kell. Mindenhez is. Akkor szerém, gyere léci. És nektek hogy tetszik a játék?
Mit szóltok hozzá? Legyen máskor is, ne legyen. Ups, nem erre, erre. Várom az észrevételeket. Bár az alapján mennyien vagyunk, hát el tudom képzelni, hogy nem mindenkinek jön be. Nem vagyunk egyformák sajna. Ugye sokan a RP miatt jönnek, és hát ők most valószínűleg Csonti beváltotta a következőt, hidratálás, köszi, már iszok is. Köszi, itt a kávém. Na szóval nem mindenkinek jöhet be ez a fajta játék. Ezért is vagyunk ilyen kevesen. Úgyhogy ezért várom a hozzászólásokat, reakciókat, legyen-e máskor ez a játék, ne legyen, mit szeretnétek, hogy szeretnétek, miért szeretnétek, vagy miért ne. Iha, hát itt meg mi történt? Vallahia. Menjünk szépen haza. Tegyük le azt a kis pénzt. Nagyon jó. István. Ó, nagyon jó. István név nagyon jó lesz. Úgyhogy fiúk, lányok, ha bárkinek bármilyen javaslata, ötlete van, várom még mindig a Discordra, ami a felkiáltója a DC parancsnál érhető el, illetve a névjegyeknél is megtaláljátok a Discord bélyegre, ha rákattintotok. Gyertek, gyertek, legyünk minél többen. Jó. Azt a várost is kifosszuk szépen. Ó, megbújik. Nézd meg, hogy megbújik. Hát nem gondolod, hogy majd a papokat ott hagyom nyugodtan? Na, mi történt? Igen. Ó. Ó, ez mondjuk jól jön. Hát jó, védjük meg. Tök jó, ilyen jó még sose volt, 48 arany, vigyük haza. Az innentől a miénk. Tökéletes. Mindjárt visszük is a következő adag pénzt, mondjuk ide. Északi rész azért elég rendesen ki van fosztva. Moldávia. Moldávia azt kapta rendesen. Keresem ám, hogy melyik város. Itt mondjuk 20 arany van. Lehet, hogy azért el kéne menni. 21. 19. Jól hangzik, jól hangzik. 15. És itt? 3. Na jó, álljunk meg egy szóra. Akkor nem is arra. Ide. Ide gyere szépen. Ott 15. Aztán itt is 15. 19. Az jó. Ott szépen kilútolom. Ja, úgyhogy... Úgy gondoltam, hogy a hetet ezzel a játékkal indítom, mert ez van feltelepítve. Ezzel próbálgattam a gépet, hogy mit és hogy muzsikál.
Na, megint ezt csinálja. Ja, megint nem jelzi. Ja, megint nem jelzi. Akkor vissza. Disband. Rézel. Hát, ha most már jó lesz. Sajnos vannak bugok a játékban. Oktatás. Mi történt? Fussá. Ez az. Nem. Menjünk tovább. Nekem kell az összes pénz, meg még több. Csak az a baj, hogy nem a pénz a probléma. A presztízs. Presztízs az elég bajos. És hát ezért valami kevés presztízst kapok. Próbáljuk meg valahogy így, így. Úgy, úgy. Hát itt ott egy-egy embert elrabolunk, stb. Stb. Ez a mercenári. Akkor legyen az. Az úgy sok. És hogyha oda, az se jó. Akkor vigyük vissza. Vigyük vissza a pénzt. Ezt a 72-t, amit összeszedtünk. Itt 4 van. Itt 24 van. Hát. Nehogy már ott hagyjuk. Itt meg 20 mellette. Meg 9. Érdekes. Egyébként minden azon múlik, hogy az ember ezt hogy kezdi el. Ugye most a nulláról megyünk, tehát Renzon mennyit? 25-öt fizetnél csak? Ő érte? Hát 23 éves. Szegény nem szép. Te ki vagy? Edgar. Bozidár. És ő... Ez a durva, saját fia. Gyönyörű. Csodálatos. Hát nem. Majd én eldöntöm. Még ki, az is lehet kivégzem, tényleg. Végezzük már ki. Még senkit nem végeztem ki. Execute. Ja, de just. Kár érte, pedig félnének tőle. Blanka, te 40 éves vagy, te nem kell lesz senkinek. Hát... Hát, ha tudok valami értelmesebb... az a 22... Na, várjál csak! Hát figyelj ide, fiam! Mi lenne, hogyha konvertálódnak? Nem akarsz? Elkülít, az úgy nem jó. Hát akkor ott maradsz, ott fogsz megrohadni benn. És te? Te semmire való vagy?
te is. Na, akkor nézzük ezt az öreget. Igen, Leakhook Recruit. Ez így jó. Tök jó. Jó, vidd. Vidd a mamát. Nagyon jó, mi a problémád? Hát ez van. Meg is nézzük, hogy tudlak-e. Igen, jól van. Nagyon jó. Egyel több harcos. Teljesen jó. Hogy állunk ezzel? 208 hiányzik hozzá. Kár érte. De hát ez csak 4. És itt ez 14. Hát, már egy fokkal jobban tetszik, csak nem tudok úgy átmenni, hogy nem orzsolódnék. És ez 8. 4. Semmi nincs. 4, 9, elég gyér. Elég gyér a felhozatal. Ide kéne lemenni. El kéne rabolni egy-két embert. Hogy telt a napom? Hát Csonti, köszönöm a kérdést. Hát figyelj, próbáltam összerakni a Streamlabs-ban mindent újra, mert újra lett telepítve a gép, és valami oknál fogva pár beállítást elfelejtett. Úgyhogy köszönöm kérdésed, hát ezzel telt főképp, hogy állítgattam be újra mindent. De hát ennél a játéknál nem fog kijönni, mert ez ugye nem egy olyan vészes nagy játék. Ezeket azért kipakolom, hogyha már egyszer itt vagyok. Itt is van 13, ott is 17, hát azért úgy össze kéne szedni egy pár aranyat. Úgyhogy itt állt a napom, meg hát készültem, meg beszélgettem Staff-tal, régen beszéltünk, és Vespia Novgorod ellen, hát az remek jó. Úgyhogy a live előtt vele beszéltem. Diligent? Vagy Generous? 38, hát legyen. Jó, hát egy kicsit morzsolódok, na. Ez van. Na szép! Az a baj, nem érek vissza addig. Na, Raider lettem. De hol van? Igen, Control. Jó. Menjünk haza. Szépen lassan. Itt nincsen pénz, de azért Raideljük ki. És haza. Nagyon tökéletes. Na. Torna.
Ja, úgyhogy. Hát szia, Niki. Hello, hello. Szia, hello, mizu. Csak a szokásos. Itt. Na nézzük, ambiciózus. Vagy paranoid, nem, ambiciózus akkor inkább. Igen, ezt gondoltam. Várjál. Hát, ez van. Kapott egy agyérgörcsöt. Uff, stressz. Na. Épp az előbb mondtam, hogy gondolkodok rajta, hogy kellene RP-ben egy kis szünetet tartani. Ugye. Amíg nem derül ki, hogy mi lesz a tervekből. Mert sajnos egyelőre nem tudom. Na, büszke vagyok rá. Nagyon tökéletes. Olyan magyar lett, hogy magyar-magyar. Megtámadtak minket. Nem kicsit ellenben, nagyon. Na nézzük, kit hívott be. Ugyanaz, mint az előbb. 2600 ember. Jó, hát akkor be kell hívnom a szövetségeseket, mert baj lesz. Ja, hogy nincsen? Aha. Hát nem gond, megoldjuk. Hmm. 4600 embert megbeszéltük. Akkor mit szólnál hozzá, hogyha... Nagyon jó! Köszi szépen, és mit szólnál, hogyha jönnél és segítenél? Ja, úgyhogy vannak tervek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, meg hogy alakul. Tökéletes, akkor légy szíves, te is gyere segítsél, köszi! Nagyon jó. És akkor te vagy a... Keresünk mindjárt neked is akkor egy... Ja, hogy csak ilyet ezek. Aha, hát akkor egyelőre. Hány éves vagy? 6? Ezt gondoltam. Hát jó. Megerősítjük biztos, ami biztos, ezt a szövit. Hiding. Úgyhogy zajlik az élet, ahogy az lenni szokott. Jó, be vannak hívva. Már csak az a kérdés jön neke. Ő éppen harcol vadul, úgyhogy az nem valószínű. És ti? Ja, az meg nem látszik, hogy ők jönnek-e. Remek. Csoda.
Az a baj, hogy ez meg nem olyan szövit ad, amilyet szeretnék. Ja, nem tudom behívni. Kár érte. Mert most 3000-en vannak, és ez nekem elég nagy baj. Többen vannak. És nem tudok venni. De tudok. Na várja, mert akkor itt mindjárt más a leányzó fekvése. Hát akkor légy szíves, ugorjál már be így hozzánk. Azaz, fogjatok. És akkor most kell nekik menni. Megvárhattam volna, míg azt elfoglalom, de már nem akartam. Minél előbb nyomjuk le. Csonti beváltotta a következőt. Figyelj a tartásra. Köszi. Figyelek. Jaj. Köszi. Húztam magam. Na, majdnem. Nézzük ezeket. Ó, megint kezdi. Jó, legyen ez. Sajnos nem mindegyiket tudom elolvasni, mert vannak ilyen buta hibák a játékban. Kár érte. Tanuljatok. Huszonhárom százalék? Nem túl sok. Nem túl acélos. Igen, jó, védjük meg. Expose. Hát az gyönyörű magyar név, hogy Boris. A Péter még egy a fene. Jó, Péter és András. Felejtsük el. A riválisom meghalt, hál' Istennek. És 2000-en vannak, jönnek Somogyra megint. Hát gyertek. Cinikus. Cinikus vagy. 153. Akkor cinikus leszel, nem érdekel. Na, megint meghalt valaki. Igenis, tessék. Ó! Vacska Mati feliratkozott a következővel. Első fokozat, már 2 hónapja feliratkozó. Hát csókolom. Hát mekkora manó vagy. Nagyon szépen köszönöm, Úristen. Hát nagyon-nagyon köszönöm. Más nem tudok mondani, tényleg nagyon köszönöm.
Na, és akkor keressünk valakit, aki itt hozzá lehet adni a... Te értelmesnek tűnsz, igazából, miért ne? Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, és hogy gondoltál rá, meg ilyenek, szóval köszi. Köszönöm, megérdemled. Hát... mondanám, hogy igazad van, de én ennyire nem vagyok biztos benne, mert van, aki sokkal többet dolgozik, mint én. Szóval... Na, de azért köszönöm. Szlovánszka... Aha, te hol vagy? Mutasd. Nagyon messze. Nekem az nagyon megfelel. Mit szólsz hozzá akkor, hogyha... Te... tudtam, hogy nem fog beleegyezni. És kell egy Guardian. Kell egy Guardian. Na nézzük, kinek vannak jó tulajdonságai. Mária? Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy... Kedves fiúk, lányok, egyébként... tervezek egy nyereményjátékot karácsony előttre. Még direkt nem lövök le minden poént. De fogalmazzunk úgy, hogy... igyekszem majd meghálálni ezt a sok bizalmat, amit szavaztatok nekem, úgyhogy remélem, hogy eléggé vissza tudom majd adni azt a sok jót, amit kaptam, úgyhogy köszönöm. Na, nézzük Visegrád. Visegrádra kéne egy Gathering Halls, az Control, Prestige, az mondjuk nem lenne rossz, mert elég kevés, amit kapok. Egy piac is jó lenne. Na most vagy ez, vagy az. Hát legyen akkor a Gathering Hall. Nagyon tökéletes. Még egyébként gondolkozom azon is, hogy azt a... Formel Close, nem. Stressz, az nem úgy, hogy... Bocsi! Na. Nézzük, mennyien vagytok. 609, igen. És a bolgárok a szöviei, hát akkor ezt így nem. Kár pedig jó lett volna őket egy kicsit elnáspángolni. Moldávia, 3000 ember. Halics, 1006. De három szövivel azért az elég húzós. Nagy Moráviát viszont le lehetne nyomni, főleg úgy, hogy két háborúban van. Úgyhogy... Ennyi. Jézus. Jó, hát akkor egyenlőre ezzel várok. Majd kell ide csinálnom reklémet. És azt hiszem, hogy őket pedig már ideje lenne elrendezni, mert már nagyon bosszant. Hát nem szubjegételni kéne, hanem valahogy így.
375, áú, az sok. Jó, akkor nézzük ezt, 645, szerintem ez simán menni fog. Így van. Sajnos csak háborúval tudok akkora mennyiségű presztízst szerezni, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. Ta-ta-ta-tan-tan-tararam. Ja, el vagyok. Oké, akkor... Ja. Hűha. Fel kell tennem töltőre a telefont. Ja igen, még mindig a telefonról nézem a csetet, úgyhogy ez még mindig ilyen. Na nézzük, Dirigent vagy Patient 38. Ó, hát ez sok. Mindegy, muszáj. Konfront. Igen. Hát, nem sokra mentem vele. Hát, tártósnak kéne egy... Egy szép fiatal feleség. Te tök jó leszel. Közben meggyógyultam. Minden jó. Itt meg egy kis csata. Ambitious. Hát ez a nap már csak ilyen. Ilyen rohangálós, vagy éppen tenni... Tehát olyan, ha volt az ember tesz-vesz és mindig csinál valamit, mert ma én is teljesen el voltam borulva. Ez már csak ilyen. Elfogyott a kávém. Országomat egy kávéért. De szerencsére hoztam magammal. Ájsztelt. Na, egyébként... Na. Egyébként, aki eddig még nem csatlakozott a Discord csatornához, vagy nem követett be, itt a remek alkalom, nyugodtan. Illetve... Ha esetleg úgy gondoljátok, hogy szeretnétek támogatni, hajrá! Én nagyon hálás vagyok minden támogatásért, és természetesen nem ezért csinálom, és nem kötelező, semmit sem kötelező. Nekem elég, ha itt vagytok és nézitek. Azért szoktam ennyire reklámozni, mert hát különben hogy keresnénk meg a dollármilliókat? Zárójában hozzáteszem, sehogy. Gondolkoztam rajta egyébként, hogy ebből lehetne csinálni egy műsort, hogy mennyit lehet keresni egy ilyen streamelése, de mivel én nekem gyakorlatilag ez ilyen zseppénz, ami bejön, és hogy fogalmazzak, jóformán kiadás van vele. Nevetni meg nem akartok szerintem, úgyhogy úgy gondoltam, végül kihagyom. Na nézzük. Te. Hát no, hát no, hát no, hát no, hát no, hát. Hát jó.
Tam 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 tam. A cím lehetne, hogyan ne gazdagodj meg. Csonti, ha én meg akarnék gazdagodni, hidd el, nem ezt csinálnám. Itt, tehát ez, na. Most figyeljetek, ha azt vesszük, hogy az ember fia ilyen 90-100 órákat eltölt vele egy hónapban, és a Twitch-től még egy fillért nem láttam, de szerintem nem is fogok egy hamar. Szerinted mi a bevétel? Tehát ami donation-t kaptam, az mind a monitorra van félretéve. Tehát nekem, ha a monitor összejön, akkor az lesz a bevétel, de hát azért számolt ki 100 órára lebontva. Elég nevetséges összeg, nem? Tehát nem, itt szó nincs arról, hogy én itt meg akarok gazdagodni, vagy én. Ha meg szeretnék gazdagodni, akkor hidd el, előbb csinálnék bármit. Úgyhogy, de aki esetleg, hogy fogalmazzak, úgy véli, hogy túlzás, amit én itt mondok, ajánlom figyelmébe, Papinak volt egy live-ja, amiben elmondta konkrétan, hogy mennyit keres ő, aki, tehát paplovag, aki azért a top 10-ben benne van streamer tekintetében, én nekem amúgy a top 3-ban is, szóval. Úgyhogy. Mert őszinteségből jeles, szóval sokkal többre tartom azt, amit ő képvisel, mint nagyon sok más tartalomszolgáltató, úgyhogy le a kalappal. Na szóval, de nagyon sokan még mindig tévedésben vannak. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ebből milyen hatalmas összegeket lehet keresni. Nagyon messze van az attól. Meg egyébként is, hát azért gondoljátok végig, tehát most milyen ember lennék, hogyha azt várnám egy hónap után, hogy én majd itt olyan összegeket fogok keresni, hogy hú, kolbászból legyen a kerítés. Hát reálisan végig gondolva, szerintem az életben nem lesz olyan összeg ebből, amire az ember azt mondja, hogy meg lehet élni. Tehát nagyon-nagyon... Ne legyen mátyás. Úgyhogy nem, én nem azért csinálom. Én egyszerűen szeretnék szórakoztatni. Hogyha ti jól érzitek magatokat úgy, hogy nézitek a live-jaimat, nekem az elég. És egyébként nagyon ráérek, nincs más dolgom. Miért ne csinálhatnám ezt? Nem kéne, hogy még tovább erősítsem, hanem kéne nekem egy nagyon is... Zemislav.
Már így is erős. Lubosz. Nem szeretném. Én meg tolnának az ura. A Dacsit kéne. Nem elég nagy a fém. Hát mondjuk kicsinyenként se lenne rossz. Legalább elfoglalni. Na, az lesz. Akkor legyen kicsinyenként. Nem akarom, hogy túl erősek legyenek. Hát nézzem, te. Tartasi szlovén. Aha, és te. Jó, te legalább már magyar vagy. És szeretne benn lenni a tanácsban, de hát mondjuk diplomatának be tudnám esetleg suvasztani. Nem jó. Vele baj van. És a gyereke? Azt tanítsuk már meg egy értelmes szintre. De így meg pénzt kell neki adna. Mindegy, nem egy nagy kunszt. És akkor... Svetlana, Litovana, Convert, nagyon jó. Ez eddig remek. És mivel a másik... ő... már... Ú, de rohadt erős lesz. Az úgy nem jó. Akkor marad ez. Ja, úgyhogy még mindig tévedésben vannak nagyon sokan, mert azt hiszik, hogy ebből meg lehet gazdagodni. De hogy? Folyamatosan többféle dolgot kell ahhoz csinálni, meg nagy hírnevet kell ahhoz szerezni, hogy az ember egyáltalán bevételre szert tegyen. Úgyhogy... Lehet, hogy nem lesz meg addig, míg elfoglalják Zagorjét. Na, mehetsz is rá. Gyerünk. Ne. Nem ér oda. Tudtam, hogy nem ér oda. Hát miért érne már oda? Hazafelé sétáltam a munkáról, és már akkor elkezdtem nézni a streamet. Csonti, nagyon szépen köszönöm. Nekem ez nagyon sokat jelent. Van még mindig egy csomó live YouTube-ra föltéve, csak nincsen kivéve privátból, mert hát nem volt még rá lehetőségem. Csak áttöltöttem hamar gyorsan, mert örültem annak, hogy az sikerült. Nem, mert a feltöltési sebessége a netnek az Istennek nem akar jó lenni, úgyhogy... Na, foglaljuk el szépen. Jó lenne elkapni az öreg urat. Na szóval jó lenne elkapni az öreg urat, aki kiállandóan megtámadgat, mert akkor el tudnám rendezni most már a száját, és már nagyon kéne.
Ja, hogy ez egy gyerekkori kép. Hát jó, akkor legyél te. Nagyon jó. És akkor... meg is van. Egyel beljebb vagyunk. És legalább Veszprém úgymond az én kezemben van, de majd mindjárt kiosztom valakinek. Kinek adjam. Valakinek, aki nagyon-nagyon jóképű és magyar. Az se baj, hogyha lusta vagy, nem tudja, hogy merre menjem arccal. Mit csinálsz? Neked csak klímed van. Ó, hát figyelj ide, fiam. Adok akkor egy másikat. Tessék, itt van Veszprém. Egyébként, aki esetleg lemaradt róla, ajánlom, Taligásnál gátig fonoztunk, szóval ajánlom figyelmetekbe. Nyugodt. Hármas Árpádnak pedig kéne egy gyönyörű szép. Jó, hogy te raskai vagy. Mutasd, hogy nézel ki. Raska, mat, igen, igen, az Aribor. Az errefelé van lent. Igazából az nem is rossz. Nem is lenne rossz. Vagy, ó, 30 éves. Most komolyan? Hát az biztos, hogy nem. Vagy ez a szép kis... szép kis... Hát miért vagy ilyen sovány? Miért van ilyen beesett arcod? Nem eszel eleget? Ó, Istenem! Hát akkor azt hiszem, hogy ezt a raskai leányzót... Tök jó. Ilyen jó még sose volt. Sokkot kaptál. Na szóval, itt van Raska csak azért. Aki esetleg... nem tudná. Mert ilyet tudok kérni. De nem ez a jó, nekem nem ez kéne. Dacsi, az se az igazi. Az a baj, hogy ez jóval nagyobb terület, ez szerintem királyság. Ja, abból is kettő is. Na mindegy, majd szépen lassan. Moldávia, hogy el? Ó, még mindig erős. Majd elkezd széthúzni. Ó, egy Szabolcs. Hát, hello. Szabolcs az nem nálunk volt? Vagy ez kivált? Csonti beváltotta a következőt, hidratálás és figyeljek a tartásra. Köszi. Köszönöm. Megropogtattam a csontjaim és iszok is. Egyébként fiúk, lányok, megéri nálunk feliratkozónak lenni, mert a feliratkozók láthatják a Csépét Talin készült képeket. Előre bocsájtom, csak olyan képek vannak, amik nyomdafestéket is elbírnak, illetve amin senkit nem hozok kellemetlen helyzetbe, szóval ennyi. Aki a feliratkozik és a DC-n csatlakozik hozzánk, az már láthatja is. Hajrá, hajrá! Na, és Szabolcs. Hát azt hiszem, hogy Szabolcs. Szabolcs az kéne. De nem neki kéne, hanem Country. Igen. Úgyhogy ahogy mondani szoktam, ez itt a reklám helye, ajánlom magamat. 912, itt meg van 200 ember, hát jó.
Tararam. Wanded. Ó, oh, megsérült. Az nem jó. Annak nem örülök. Hú, én nagyon szeretem ezt a zenét. Nagyon remélem nem fogják letiltani. Na, nézzük, hogy állunk. Szabolcs. Avar, ortodox. Aj, csoda. Mit csoda? Jó, Szlavóniát még mindig próbáljuk meg. Ó, és Csonti indított egy helyszet. Aki szeretne csatlakozni hozzá. Hajrá, hajrá. Sose volt. Sokkot kaptál. Na. Jó, oké. Megkapod Bihar. Tessék, ott van. Szépen lassan növekszik Magyarország. Még mielőtt megerősödik Horvátország, azért jó lenne. Jó lenne megszerezni. Igen. Ez jó lenne. 1200 embere van. Milyen szövetségese van? 1000 ember. Az semmi. Hát akkor nincs más hátra, mint előre, ugye? Tan 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 tan. Jó lenne elfogni a horvát bánt. Tam 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 tam. Na, Vacska Mati. Hát, sikerült néhány ládával lelépni? Hát szegény Csontit jól hagytad. Kihív és miért? Hát... Hajrá.
Járulékos veszteség volt. Hát igen, Csonti. Most az volt. Ez van. Hoppá, hoppá, hoppá. Az úgy már bajos. Már megint. Értem. 2500 emberrel megy éppen valahova foglalni. Örülök neki. Hát én addig elfoglalom gyorsan a főpontokat. Vukovár. Már megint Vukovár. Mi lenne, hogyha behívnák valakit? Itt 800. 1400. ...599. Hát nem sok. Nem sok. Ó. Steiermarknak az ura. Most nézem, hogy nálunk itt van Steiermarknak az ura. És ez, ha jól nézem... Nincs Ben Frankja. Oh, hát hello. Hát hello. Akkor ezt még elfoglaljuk. Meg ezt. Szép határunk lesz, igen. Hát, ez a rész már nem, de... Nézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt meg tudom nyerni. Hát ne menekülj! Hát érted, jövök. Így még jobb egyébként. Hát állj meg! Hát hozzád jövök, hát... Autogrammat akarok adni. Na. Tökéletes. Ilyen jó még sose volt. Na szóval, ott tartottam, hogy... Akkor jöjjünk foglalni. Úgy nézem, valakit elfogtunk. Itt közben minden bomlik szét. Ó, ismerős. Mint hogyha ez a rész egyébként is hozzánk tartozott volna. Jaj, de jó. De rég is volt az. Zagorjét, légy szíves. És 9/6. 9/6, hogy akartam. Ukrajna. Development 6. Visegrád, hogy áll? Development 3. Heves. Szintén 3. Most lehozzam ide a fővárost, ez hülyeség. Visegrádnak kéne annak lennie. Na mindegy. Keressünk egy...
Hát Dénes. Hát Dénes nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. Dénesen látom, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon jól fogja ezt viselni. Na, oké. Kellene egy... Hát ez remek, van egy boszorkányunk. Benedek, látom Benedeken, hogy ez ő hozzá tökéletes szerep lesz, és mondjuk oda kellene még egy, várjál. Értem. Hát akkor pedig Modrus lesz az a szerencsétlen. És keressünk egy... Fiam... Csaba. Nagyon jó. És most 6 per 6-nál járok. Tökéletes. Ilyen jó még sose volt. Na, és akkor ide tudok építeni? Your forts. We have tribal government. Jó. Nézzük, hogyan tudnánk ezen változtatni. Még ez lenne jó. Vagy tátosizmus. Azt is meg kéne reformálni. Meg tudom én azt reformálni. Á, 4100, nem tudom megreformálni. Ez pedig a családfa. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy te kinél vagy? Krassó Ibolyánál, hát remek. Na, jelen pillanatban így áll a családfa. Árpádnak van 2, 3, 4, 5 fia, 2 lánya. És itt vannak. Igen, hát az már más dinasztia. Ahogy ez is. Hát gyönyörű. Hát most mondjátok meg, hogy nem szép. Na, egyelőre így néz ki. Úgyhogy szerintem ez egy remek alkalom arra, hogy itt most ezt befejezzük. És még nekem is el kell készülni a holnapi napra. Holnap megpróbálok azért még egy RP-t, sőt lehet, hogy a héten még lesz RP, de utána nagy valószínűséggel szünetet tartok. Lehet, hogy Kontár Béla elutazik Csudapestről egy időre, és helyette egy kis sztorijátékot, tehát végigvinni valami játékot, vagy ezt továbbvinni, Sims-et is vissza szeretném hozni, csak ugye a mentésem az elveszett, mert le kellett törölni mindent, és most nulláról kezdeni újra. Úgyhogy lesz azért még dolog bőven, hogy holnap mi lesz, azt meglátjuk. Még estig kiírom DC-re, úgyhogy ott tudjátok követni. Aki pedig nincsen DC-n, annak felkiáltója a DC. Vagy pedig a felkiáltójel menetrend parancsal fogja tudni majd nézni, amint kiírtam ide is. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a... Na hát, Csonti, megint ott hagyott vacska, Mati? Borzalom, borzalom, állandóan elhagynak téged. Hát ez ilyen. Ez már csak ilyen.
Na, úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Ez még folytatva lesz természetesen, hogy mikor, azt még egyelőre nem tudom. Még összehozzuk a menetrendet. Nem szeretném, hogy minden nap ilyen game legyen, mert ti is beleuntok, meg én is. Úgyhogy majd szépen variálunk, de addig is nektek legyen szép délutánatok és estétek. Holnap találkozunk, addig is. Hello, hello, sziasztok!